Hát sziasztok! Ma egy ilyen takarítós videóval érkeztem, mert azt hiszem, hogy a konyhánk belsejét, igazából a szekrények belsejét egy kicsit eluralkodta a káosz. Aminek a legfőbb oka én vagyok, mert hogy sajnos nem tudok rendet tartani, és ezt be kell, hogy valljam, hogy amennyire a férjem mindenhol pöpec rendet tart, kivéve a ruhái közt, ja meg a szerszámai közt, azon felül én nem tudok sajnos, tök sokszor, mikor valamit csak úgy keresek, akkor visszadobálok mindent, és ezáltal a fiókjaink és a szekrényeink belseje, főleg így a konyhában, mert itt van egy nagy beépített szekrény, hát nagyon sokszor kup is, úgyhogy ezt szeretném ma rendbe tenni, és igazából mi erre elkezdtünk csinálni egy ilyen kis, hát dobozokba raktuk a dolgokat, mindjárt meg fogom nektek mutatni, van jamikás doboz, van chipses doboz, ilyen doboz, olyan doboz, és aztán a videó másik felébe pedig az elektromos berendezéseket kellene elpakolnom úgy egy kicsit jobban a szekrénybe, mert abszolút nem belátható ez sem, és ráadásul van egy pár olyan dolog, amit ki kellene szelektálnom, és bizony el kellene adnom, ilyen például van egy ilyen párolószettem, amit megvettem, hú, az életem árán is, azt úgy gondoltam, hogy muszáj megvennem, mert hogy van egy ilyen kis vásárlós mániám. Maci, kanono! Szóval még mikor néni kicsi volt a hozzátápláláshoz, nem használom most már, úgyhogy van egy pár olyan dolog, amit szeretnék eladni, úgyhogy vágjunk is bele, mindjárt mutatom. Na, hát nem tudom, hogy mennyire látszik. Na, itt felül ezek nagyjából el vannak rendezve, mert a jénaik vannak fönt, utána fölötte pedig a fényképek lefönt. Viszont ez a három polc egy kicsit, hát ahogy látjátok, olyan keszekusza, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most csinálok benne valami, hát minimális rendszer. Itt vannak azok a dolgok, amiket felhalmozom, mint például a popsitörlő, vagy a pelenka, mert hogy ugye nekünk nincsen ilyen, hát nem tudom, kamra, vagy ilyesmi, ahova betehetnénk ezeket a dolgokat. Viszont muszáj ilyenkor, főleg most, hogy ilyen kiárás tilalom van, egy kicsit előre vásárolni, és ezért megmutatom, hogy mik vannak itt, és egy kicsit rendet rakunk. Na. Hát elsőnek is lenne az a doboz, amiben a chipseket tartjuk, és ki fogom válogatni azt, amit már nem fogunk megenni, és azokat bizony ki fogom dobálni, ami pedig még jó, és meg fogjuk enni, azokat normálisan elrendszerezem ebbe a dobozba. Na, hát az első dobozzal megvolnék, amik úgy voltak kinyitva, hogy már régebbtől azokat kidobtam. Többit pedig bepakoltam egy kis, vagyis hát eléggé nagy dobozba, ebben még bőven van hely, és hát bevallom őszintén, hogy nekünk a gyerekek is eléggé sok sósat esznek, akár popcornt, akár chipset. Ez van. Most erre nem tudok mit mondani, és többször jönnek vendégeink, és őket is meg szoktam kínálni. Szóval lássuk a többit. Opa! Mik vannak ebben? Kérem. Ebben még... ez a vaníliás roló van. Figyeljtök, ez a... de ebbe is már csak pár darab. Ezekben a dobozokban nagyjából elrakottunk múltkor, vagyis hát igazából a férjem. Mostanában többször csinálok tortillát, úgyhogy itt van kettő csomag tortilla, meglátjuk, hogy ezekben még mi fog beleférni. Ebbe van egy doboz csoki. Egy doboz csoki és rizs, meg még egy doboz csoki. Akkor tejpor. Én múltkor vettem még tejport, hogyha kenyeret fogok sütni, akkor tuti legyen, úgyhogy azokat még átdeportálom ide. Na hát itt a bizonyíték, hogy mennyi élelmiszert raktározunk. Nagy... amit itt láttok, ez a sztár az élelmiszer, ebben benne vannak a lisztek,
a rizs, jó, a tészták nem, mert azok egy másik fagban vannak, szóval ez a műzli, meg ilyen kibontott dolgok. És ugye itt van, én többször említettem nektek, hogy igen, azért tároljuk dobozokba, mert egy az, hogy könnyebb kiszedni, a másik pedig az, hogy nem tud belemászni a bogár, szóval nem zsizsisedik meg, meg ilyesmi. Szóval van egy ilyen kis nyomikás dobozunk, ebben ilyen pici, na jó, ez az enyém. Szóval ebben ilyen picike kis csokik vannak, meg cukrok, meg ilyesmi. Ezekből minden nap egyet vehetnek a gyerekek, ők maguknak ezt leveszik, és akkor kiválasztják, hogy ma éppen mi az, amit szeretnének enni. Igazából tök sokféle csokival szoktuk feltölteni, hol kinder csokikkal, hol milkával. Most ez a kis Oreo lett az egyik videóban, előző héten mutattam is nektek. Most ez a kicsi Oreo lett a kedvenc, baromi finom, és nálunk egész reális áron elérhető, úgyhogy na, hoppá, egy kenyér. Na, válogatom tovább. Na, hát az első felével a dolgoknak meg is volnék, ezeket elpakoltam, kiraktam azt, ami nem túl jó, beletettem a nagyobb szívószálakat ezekbe ebbe a műanyag dobozba, és hát nagyjából ennyi. Mutatom a másik felét. Ezt becsukjuk. Na, hát itt bizony nagyobb káosz uralkodik. Az egy, amit nem fogok most elrakni, azok a fedők, amiket itt láttok lent, ugye nekem ezek flakokban vannak, és ezt jó múltkor tök szépen kipakoltam, és azóta igazából tartja magát. Úgyhogy most jönnek ez a sok halom cucc. A szekrényekkel meg vagyok, jöjjön a kettő fiók, na hát az már egy nehezebb téma, azt hiszem. Itt nem rend lesz, hanem egyre nagyobb kupi. Úgyhogy most megállok szépen egy kávészünetre, ennyi. Annyira nem akarodzik már. Ez ilyen nem motiváló takarítás lesz, mert egy csomószor eljutok odáig, hogy megcsinálom a dolgom felét, például ezeket, amiket úgy nem szeretek, abszolút nem szeretek így pakolászni. Mert tudom, hogy lenne egy csomó más dolog, amit meg kellene csinálnom,
fel kellene vennem még ma egy pár videót, és én már megint pakolok, és aj, de nincsen kedvem, és nem haladtam előre, jó, minimálisan, de hogy aj, de nincsen kedvem, gyerekek. Ez nagyon nem lesz motiváló ez a videó, ahogy látom, mert ez már csak ilyen szöszmötölés, hogy ide rakom, oda rakom, sehol se fér el, hogy rendszerezzem. Behoztam ezeket a cipős dobozokat, sőt van kint még egy doboz. Ez, amiket onnan kiszedtem, ezeket az üres dobozokat mindig elrakom, hogy a jó tálás miatt, de hogy gyakorlatilag a gyerekeim általában szétrugják a cipőjüket, szóval nem a gyártó miatt nem tudja hordani egy évig vagy kettőig, hanem azért, mert egyszerűen szétrugdossák. Úgyhogy csak feleslegesen tartom meg, bezzeg azt, ami az enyém, és amire vigyázok is tönkre megy, azt bezzeg nem tartom meg. Úgyhogy próbálok még ide. Na, én nem is tudom, hogy erre kell egy gumi. A Nerf puskák, tudjátok, nálunk úgy van, hogy akárhányszor kimegyünk a játszótérre, mindig csak egy ilyen lövedéket vihetne. Mert várjátok, keresek egy befőttes gumit. Szóval mindig csak egy ilyen lövedéket vihetnek a gyerekek, mert hogyha mondjuk visznek hármat vagy négyet, akkor mindig elhagyják, mert soha nem figyelnek oda, hogy melyik hova esik, aztán utána a fején játszótér keres egy-egy ilyen lövedéket. Úgyhogy azóta bevezettük a többi anyuka is, hogy mindig csak egyet engedünk a gyerekeknek vinni, mert akkor arra figyelnek, mert ezt bepakolom, jaj, de elkedvetlenedtem. Na, ez pont ide be fog férni. Felrakom ezeket a cuccokat, gyerekek. Mondjátok, hogy ti ennél sokkal, de sokkal lelkesebben pakoláztok ilyen dolgokat, mert hogy nekem egyszerűen... Nem, hogy nem megy, de nem megy. Na, be kell vallanom, hogy ezeket annyira utálom, hogy... Viszont van egy pár dolog, amit például el fogok adni, egy-egy óra, vagy amit mutattam nektek, oda is fogom írni majd hozzá. Azokat én még ma fel fogom tenni, hogy eladó, aztán valakinek vagy kell, vagy nem kell. Na, mit rakjuk még ebbe a dobozba? Most nézzétek meg, volt egy pár régi pótfajon, és egy zacskóba van például. Megmutatom, a szög kis pothajok, ezeket is igazából fel kellene tennem, és eladni, mert hogy én már úgy sem fogom feltetetni magamnak, én próbálok nagyon vigyázni a hajam épségére, úgyhogy valószínűleg ezeket már nem fogom felhasználni, úgyhogy ebbe a szekrénynek, ebbe a részébe betettem mindent, amit el fogok adni, ezt a kis órát, mert ez sem volt rajtam soha, és úgyse fogom használni. Ez az óra vagy ékszertartókat, ezeket el fogom adni ezt a sminkes bigyót, amit mutattam nektek, akkor azt a baby move-ot, ezt a fagyi készítő, akármit, ezeket én fel fogom rakni az internetre, hogy aki szeretné, az nyugodtan viheti. És nem mondom azt, hogy hogyha kéritek, akkor szóljatok, mert mire ezt a videót látni fogjátok ti, addigra már remélem, hogy ezeket régen eladtam. Nézzétek meg, mire az egyik egy picikét rendszereződik, addigra a másik még mindig ugyanolyan kupis, úgyhogy aj, nem is beszélek tovább, hanem látjátok? Itt vannak amúgy azok a gyógyszerek, amiket gyakran használok, mint én például az érteket, és ezeket sajnos az üres dobozokat is így visszapakolom, és erre abszolút nem vagyok büszke. Ez az az oldalam, ami nem példás, ami nem példaértékű abszolút, de mindjárt orvosoljuk a helyzetet.
Na, hát nem mondom, hogy tökéletesen, de végeztem, úgyhogy nincs más hátra. Megmutatom nektek a végeredményt, van még mit csinálni, mert például ott azt a sarkat, azt ott nem takarítottam ki, mert van egy csomó papír ott, amit szeretném, hogyha kitöltenénk majd valamelyik nap, és hogy szem előtt legyen, azt még hagytam, meg bevallom, már nagyon-nagyon unom, és nagyon lusta voltam a végére, de megcsináltam, és ezt nektek köszönhetem, mert a videózás motivál arra, hogy igenis, ha meg akarom csinálni ezt a videót nektek, már pedig meg akarom, akkor bizony muszáj pakolnom. Nem hagyhatom félbe, értitek? Szóval mutatom! Na, hát ennyi lett volna a videó. A szekrényt még kívülről meg fogom sikálni, mert az múltkor elmaradt a konyhának ezt a felét, ezt megcsinálta a férjem, a végét pedig azt az egy beépített szekrényt, azt nem. Úgyhogy ez még rám vár. Hát remélem, hogy tetszett ez a videó. Remélem, jobban élveztétek, mint én ezt a pakolást. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogyha feliratkoztok a csatornámra, hiszen az egy visszaérték, visszajelzés nekem arról, hogy igenis tetszik nektek, amit csinálok. És köszönöm szépen a lájkokat is, meg azt, hogy itt vagytok és támogattok. Sziasztok!